Hello, sziasztok, 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 rendőr Dani jelentkezik. Szóval, ebben a videóban nem másunk csinálni, mint rendőrként szivatgatni Kist. Ugyanis, hát Kis utoljára engem eléggé durván megszivatott. Szóval, arra gondoltam, hogy itt az idő, hogy bosszút álljunk rajta. Ha ti is így gondoljátok, és esetleg akartok ebből egy hosszabb sorozatot, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, ugyanis megszivatjuk most rendőrként, orvosként, UFO-ként, mit tudom én, mindenféleként. A kommentben pedig írjátok le, hogy miként szivassuk meg még Kist, milyen munkásként úgymond, vagy bármiként, tök mindegy, amit csak írtok. És igazából majd úgy meg fogjuk szépen őket szivatni szépen sorban. És hát ennyi a lényeg, szóval szerintem vágjunk is bele. Ja, meg nagyon-nagyon fontos, hogy dobjatok egy lájkot, hogyha tetszik az ötlet. Szóval gyerünk, lájkolj te ott azonnal, vagy lövök, gyerünk, hoppá, gyerünk, nyom meg azt a like gombot, oké, megnyomtad, köszönöm. Na szóval gyerünk, menjünk, és akkor keressük meg Kist, hogy hol van, hol barangolhat. Kis, merre lehet? Valahol barangol? Ez a vasút, ez nagyon durva. Vasútnál van, oké. A vasútnál van, gyerünk gyorsan. Hol van? Felment a vasútra, vagy mit csinál? Ott van a tetőn, jól látom. Hol van? Kis? Hello, mi van? Álljon meg azonnal! Álljon meg, uram, gyerünk, szálljon le a vasútról! Illegálisan mászkál a vasúton, gyerünk! Aj, nagyon vicces. Szálljon le fel azonnal, gyerünk! Gyerünk, lefele! Lefele, itt ez itt a rendőrség! Ez itt a rendőrség! Hát, ne! Ne! De miért? Hát, na, nem ugrálunk a izén! Na, szóval, kedves kutya úr, nemrég felvettek engem igazából a rendőrségre, most eléggé új rendőr vagyok. Szóval... hát, jó, nagy baj volt, amíg... Mi az? Semmi. Na, ne izéljen. Szóval, megkérném, hogy fáradjon velem a rendőrségre. Mi? Hát én beugráltam? Igen, ezt ugye 20 és 30 év szabadságvesztéssel is járhat. De hát én nem is élek. Kutya években akkor... meg rendezben. Hát mindegy, magának kutya években meg kedves leszek. Na, gyerünk, menjen és menjünk a bíróságra. Megyünk a bíróságra, oké? És na, gyerünk, gyere szépen. Mi vagy, ha csinálok egy ilyet? Mi, hogyha, miért? Mit csináltál? Eldobtam. Hova mentél? Itt vagyok. Na, oké, na, nem játszunk ilyet. Nem. Ne játszadozzál már velem itt ilyeneket, hanem menjünk, szépen gyerünk a rendőrségre. És hol a rendőrség? Na, mit tudom én, megyünk csak, nyugalom. Na, hát de... Mi az? Itt van a rendőrség. Jó, hogy elmenekülök, haha! Ha elmenekül, akkor nem tud elmenekülni. Nem tudja. Azért, mert nagyon kiképzett rendőr vagyok. Na, szóval akkor mindegy, akkor rögtönzünk, ez itt a bíróság, kérem. Foglaljon helyet a széknél. Én leszek a bíró. Na, szóval, okay. Kérem, foglaljon helyet. Nagyszerű, nem fogtam itt kívülni. Vagyok. Szóval, mi a vádon ellen, kutya úr? Az, hogy valami hülye rendőr elkapott. Aha, értem. És milyen bűnt követett el esetleg? Körülbelül nem. Mi az, hogy nem? Nem. Na, követtem el. Mi volt a... Mi a vádon el? Ne dobálja azokat a izéket, mert... Mi? Mert... Bajod? Igen, baj lesz. Na, aj, egyet eldobsz. Vissza! Még egyet eldobsz, és még egyet beléd lövök. Na, oké? Okay? Szóval... És akkor mi vagy a fegyvert pedig dobjál! Mit keres magánál? Oké, okay, ez plusz 10 év. Na, dobjál a fegyvert. Dobjál a fegyvert. Ez nem a fegyver. Haha, oda figyeltél! Nem tudsz elmenekülni, mert be van fedve. Megszívtad. Nem fogsz tudni, na, vissza a székbe, gyerünk. Na most de már nem akarom börtönbe menni, na, csak okay, ugráltam. Még csak megbe is csak tárgyalás van. Na, szóval mi a vádon ellen? Hogy ugráltam bűnös, a vasúton. Bűnös, megy a börtönbe, mehetünk. Mi? Mehet a börtönbe. Ezt sem mondtam még. Nem így működnek a szabályok. Na, oké, okay, akkor nem rögtön... így működnek, hát te nem így működsz már. Akkor rögtönzünk, ez lesz itt a börtön, jó szórakozást. De mi? És én ahogy megyek ki? Hát sehogyan. Miért akarnál innen kimenni? Hogy szökjek meg? Miért akarnál megszökni? Ez a lényeg a börtönnek. Aki akar börtönbe maradni. Na, meghoztam a vacsoráját. Na, ne, izénkezában nyugodjon rá. Kidobhatom? Na, ott van a parancsolna. Ott van a vacsorája. Vicces. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó, tudom, van egy jobb ötlem. Itt van egy nyers disznóhús. Tessék, egyetlen egy darabot kapsz. Ott van pontosan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab kemence, vagy kő, bocsánat, és egyetlen egy darab botot kapsz, nem, egyetlen egy darab falapátot, amivel kibírod égetni. Sok sikert!
Jó, meg, jó, kapsz 4 darab izé deszkát, hogy tudjál csinálni egy crafting table-t. Oké. Okay. Na, sok sikert! Várj, bocsi! Igen? Én vissza! Mi az, mondj? Itt vagyok fent, igen. Ó, Jézusom! Na mi az? 6 darab fa kéne. És nem. Visszaadom a lapátot, mert az nem kell, mert ezzel nem lehet kiégetni egy húst. Tudom, hogy sárkányt akarsz csinálni, nem vagyok buta. Sárkányt? Hát tudom, hogy sárkányt akarsz. Nem lehet kiégetni egy húst, de Minecraft zenét. Oké, adok neked 2 fát, de hogyha sárkányt mársz belőle csinálni, vagy baltát. Jó, ott a, ezért csak égetésre. Akkor plusz 20 év, oké? Jó van. Oké, na. Egy baltában mit kell, mindegy. Jó van, oké, sok sikert, én addig elmegyek, szia! Oké, hello. Jó van. Így kemenc, hogy kell csinálni. Na nézzük, mit csinál. Tudod, hogy csákányt fogom úgy csinálni, ha azt mondják a csinálcsak. Na nézzük. Mit csinál már ennyi ideig, de komolyan mondom, mit szemed? Kell ilyet kraftolni. Mit kraftol? Valamit hogy nagyon kell. Tervez kraftolni, jó? Nem baj, mi fel fogunk rá készülni. Tudjátok mit? Esküszöm, van egy ötlet. Hogy kell faszint kraftolni? Faszint csinál? Van. Azt hittem már, hogy izé. Na mindegy, mi azért felkészülünk itt a biztonságra. Majd oké, okay, ez plusz 10 év. Oké, okay. És akkor mi van? El se tudsz kapni. Ajaj, aaaah! Jó, elkészem! Na mi az? Ennyi volt, hogy el se tudsz kapni? Mi? Hát te mondod, hogy nem tudlak elkapni, elkaptalak. Nem. Hello! Most mi van? Most ezt fogjuk játszani egész végig. Jó, meg ne lőj még egyszer, mert meghalok. Hát jól van, hát sajnálom, akkor nem kéne elmenekülni. Na, miért? Figyelj. Ez a lényege, vicces. Na, figyelj, oké, okay, jó, menjél Tomit. Elejtem a vállalat, nyugodtan csinálj tovább, amit csak akarsz, oké? Oké. Okay. Na, szia! Te. Na jó van, srácok, oké. A végére azért csinálj már még egy nagyobb szivatást, na figyeljetek. Csináljunk egy nagy gödröt. Ez jó lesz, ez nagyon király lesz. Csinálunk egy nagyobb gödröt, csinálunk egy homokot rárakunk, oké. És szépen ide fogjuk csalni, sőt el fogjuk ideig üldözni, esküszöm jobb ötlet. Na, rárakunk nyomólapokat, így mi? Talam. Na, és akkor erre el kell üldözni. Talam. Kis, merre vagy? Talalalalam. Kis. Talam. Mi? Taram. Na, merre vagy? Ha, ott, ahol elkaptál, Zseni. Ottól elkaptalak, az pontosan, hol is van? Ja, itt a vonatosnál, nem? Aha, itt vagy. Na, gyere csak szépen, gyere, adok neked húst, gyere. Nézd. Gyere, hát adok ide. Neked húst. Gyere, már gyorsan. Már rohadt húsért cserébe, az többet. Igen, adok neked többet, csak gyere, vagy? Csak gyere ide. De hol na. Vagy? Itt vagyok. Na, gyere. Itt vagyok. Na, gyere már, itt van a húsod, nem hiszlek el. Jó, itt a rohadt hús. Na, oké. Ez mi? Oké, ez így is bevált. Ó, Istenem, szegény kis! Kis! Hol vagy? Kis! Gyere már vissza! Ó, Istenem, de megszivattuk. Jó, legyünk vele kedvesek, de várjátok, amire... Miért őt ennyi TNT-m, hogy a házunkban? Ez valahogy nem tetszik, hogy ez... Jaj, ne. Kis! Szia! Jó napot kívánok! Felvételt nyertem a bíróságra, és az öntettei körülbelül 70 ember év szabadságvesztésre elég. Szóval kérem, jöjjön velem! Jövök veled, igen? Igen. Amennyiben el mer menekülni, szétlőlek. Szóval okay. Gyere! Oké, okay, jól van. Gyere! De amúgy én rendőr vagyok? Hát nem? Én meg bíró. El tudlak atomig ítélni. Na, okay, ez itt a bíróság. Na igen, ide, így és akkor. És várjál, hogy biztonságos legyen, bemegyek a tetőn, mert ő nagyon veszélyes. Oké, okay, jól van. Várjál, hogy kell felmenni a tetőre? Hát nem tudom, fel kell ugrani. Gyere be, beengedlek. Na. Nem. Jól van, akkor nem. Nem fogok ott bemenni. Tudom, hogy csalni akarsz. Biztos. Nem akarok csalni, nyugalom. Én nem jaj, vagyok nem. Olyan. Na, viszlát, jó mulatást! És mit csináltál? Hát oh, Istenem! Kis? Mi? Kimenekültem? Egész végig game mode egybe voltam. Ez egy szivatás volt. És eltűnt! Hova tűntél, kis?
Ki? És lediszkonektált. Oké, szóval lelépett. Hát, srácok, ezért ne szívassátok meg a barátokat túlzottan. Viszont, hogyha akartok ebből sorozatot, én nagyon örülnék neki, akkor ez jelzik egy like, vagy írjátok le kommentben, és akkor találkozunk a következő részben. Addig is köszönöm, hogy jutottatok. Sziasztok! Csöcső!